ma sokat beszélünk arról, hogy az emberek miből fogyasztanak, és milyen csomagolásba tesszük azokat az anyagokat, amiket utána újra kell használni, arra megvannak-e a technológiák, és hogy megfelelő technológiák vannak-e. És az aludoboz az, amit egyébként végtelen ideig újra lehet használni. Tényleg? Igen. És szemben a PET palackkal? Igen. Igen. De érdekes. Igen. És az aludoboz most kezd majd felfutni. Én a hétvégén Londonban jártam, és ugye én csak is hulladékos szemmel vizsgálom a világot. Minden kukába belenézek a világ különböző pontjain, tehát hogy a lányom, amikor jár, most legutóbb Spanyolországban járt, akkor lefotózta nekem, hogy ott vannak városrészek, ahová besüllyesztik a kommunális gyűjtő edényeket, és szerintem ez is fantasztikus. Szóval, hogy nekem ez így a mindennapjaimnak a része, meg a családom mindennapjainak a része. Karrierjét a mezőgazdaságban és a takarmányiparban kezdte. Majd a 2000-es évek elején Magyarország egyik legnagyobb használt sütőolajbegyűjtő cégénél folytatta pályáját. 2019-ben csatlakozott az Alteo NRT-hez, amelynek mára a fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettese lett. A Menedzser Szövetség és a Linde Gáz Magyarország közös évmenedzsere, a Környezettudatos Gazdaságért külön díj 2023. évi kitüntetettje. Simon Anita. Nálunk az, hogy hova dobod a szemetet, az egy mindennapos kérdés, és hogyha nálunk társaság van, és miután ismernek engem, akkor két dolog fogalmazódik meg, hogy jó helyre teszik-e a szelektív kukába akár a hulladékot, ha bármit is kidobnak, és már nem egy szempár, hanem kettő szempár szegeződik rájuk, mert hogy a gyerekkel együtt tesszük ezt, tehát ő beállt ebbe a sorba. És az igaz, hogyha téged vendégnek hívnak valahova, akkor annak komoly kockázata van a kukákkal kapcsolatban? Igen, van egy ilyen barátom, vagy egy baráti pár, ahova, ha vendégségbe megyek, akkor itt kinyitja az ajtót, és hátra szól Gábornak, hogy Gábor, ugye rendezted a kukákat, és mert hogy tudják, hogy úgyis belenézek, mert hogy otthon érzem magam, és oda pakolok, és hogyha nem találok valamit a helyén, akkor biztos, hogy szólok neki. De azért ez nyilván nem ilyen tragikus, ha mondhatom ezt így. Ezeket a bálákat elviszik a kukóba, és gyakorlatilag felolvasztják magas hőmérsékleten, leszedik róla ezeket a különböző anyagokat, ami színezőanyag, stb. Ez leolvad róla, és akkor egy tömböt kapnak, amit visszakerül a körforgásba. Ugyanezt csinálják belőle, vagy más? Ugyanezt, vagy adott esetben mást is, amihez aludoboz kell. Ez a bálázás előtt történik? Igen, kiválogatjuk azokat a szennyező elemeket az aludobozok közül, ami gyakorlatilag a kohó nem beszáll. Ez az, igen? Így van, ezek azok. Ugye hiába gyűjtünk szelektíven, mindig belekerül valami. Tehát olyan nincsen, hogy teljes 100% tisztaságú legyen, és ezt kézi válogatással itt ezen a gépsoron visszük végig. És gyakorlatilag akkor, amikor már ezen a soron végigmegy az aludoboz, akkor utána mehet a préseléshez, és utána pedig egy raklapra rátesszük azokat a bálákat, amiket gyakorlatilag egy ilyen nagy kockába tömörítve viszünk be a kohóba. Amik ezek? Amik ezek, igen. Mennyire tudsz a saját életedben aszerint élni, amit vezetőként is képviselned kell, fenntarthatóságot, körkörösséget, maradékok felhasználását, újrahasználását? Tudsz-e komposztálni a hűtőből, az lesz a vacsora, ami benne van, anélkül, hogy kelljen újra vásárolni? Tudsz-e hatást gyakorolni valódi változásokra, barátokra, szomszédokra, rokonokra? Talán az a legjobb példa, hogy amikor 6 évvel ezelőtt új lakásba költöztünk, akkor nekem az egy nagyon fontos szempont volt, hogy legyen vízgépünk. Nem szeretnék PET palackos fóliás üvegeket, vagy vizet bevinni a lakásba, vagy a házba, és ezt cserélgetni. Már csak azért sem, mert lusták vagyunk, egy. Kettő pedig, hogy ezeket a PET palackokat nem szeretném, hogyha mi hozzájárulnánk ahhoz,
hogy ezt még többet használjuk. Úgyhogy vízgépet vásároltunk, és mi a csapvizet egy vízgép segítségével, szóda, hidegvíz, stb. Így használjuk, és ez gyakorlatilag kiváltott, tehát hogyha mi így nézzük, akkor széndioxid semlegesítést végzünk 6 éve azzal, hogy nem csomagolt vizet vásárolunk. Amit itt egyébként erről a területről tudni kell, az az, hogy talán onnan hátralép egy kicsit, hogy ilyen 120 ezer tonna elektronikai hulladék képződik az országban. Per év? Per év, igen. És ennek ebből mondjuk egy ilyen 10 ezer tonnát mi dolgozunk fel, mint Fegroup, az Alteo csoportnak a tagja. Különböző frakciókra bontunk olyan hulladékokat, akár egy hajszárítótól elkezdve a hűtőgépig, nagyipari berendezésekig, és ezeket vagy átengedjük egy nagy gépen, ahol széttörjük, és egy kisebb frakciókra esik szét, vagy utána kézibontásnak vetjük alá. Az a lényeg, hogy úgy válogassuk és úgy kezeljük ezeket a hulladékokat, hogy minél nagyobb kihozatali arány keletkezzen, ami azt jelenti, hogy minél több hasznos pici rész, minél több hasznos anyag, amit egyébként még más iparág használni tud. Kettő, hogy ne lerakóra kerüljenek a hulladékok. Tehát mi egy olyan állomás, hanem újra, így van, újrahasználatra, újrahasznosítás legyen a vége, vagy akár a körforgásos gazdaság. Tehát, hogy például hulladékból valamilyen termék tudjon előállni, és mi egy köztes állomás vagyunk ebben. Mi terméket nem állítunk elő, de törekszünk rá, tehát hogy erre most vannak nagy vágyak, álmok és elképzelések, de most aktuálisan egy köztes állomás vagyunk. Sokszor ér bennünket az a kritika, hogy nagy vállalatok zöldülni úgy akarnak, hogy ez greenwashing, és nem valódi zöldülésről van szó. Én ezt általában, amikor valaki így kommentál egy cikkemhez, vagy egy podcastomhoz, a személyes értésnek veszem, és 2 napig nem alszom. Miért? Azért, mert mi tényleg hulladék, tehát hogy én tényleg megfogom a hulladékot a kollégáimmal együtt, és abból tényleg valami értéket tudunk teremteni. Alá tudom írni, nyakig koszos lett. És a másik oldalon pedig sokat beszélünk arról, hogy mondjuk, ha azt nézzük, hogy feltettünk a napelemekre 5-6 évvel ezelőtt, vagy a háztetőkre napelemeket 5-6 évvel ezelőtt, és ezeknek lassan lejár a szavatosság ideje, és ezekkel kell majd valamit kezdeni, vagy hogyha vannak beruházások, ahol keretkezik kár, akkor azzal is kell valamit kezdeni. És ha így nézzük, ezek a technológiák ma még nem 100%-osan kiforrottak. És ezt kell megtalálni. És ez egy út. És ebben az az izgalmas, hogy olyan műszaki szakemberekkel kell együtt dolgozni, akik ezt értik, akik látják, vagy olyan egyetemekkel, olyan egyetemi kutatókkal kell együtt dolgozni, akik teljesen más aspektusból közelítik meg, és a nap végén pedig ezt egy tőzsdei vállalatba kell implementálni, ez az izgalmas. De Anita, amikor az Alteóban előálltál azzal a gondolattal, hogy meg kéne venni egy ilyen telepet. Szétszaladtak, ha jól hallottam, és azt kérdezték tőled, hogy mondjuk egy ilyen csinos kozmetikum ágazat helyett miért kell nekünk térdig gázolni a szemétben? Igen. Hát ez tényleg egy ilyen tradicionális mondás, hogyha itt ezt bedobhatom, amikor én az Alteóba kerültem, akkor ugye egy személyes hadsereg voltam a hulladékgazdálkodás bázisán, és a kollégák nem nagyon értették, hogy ez mit jelent. Ők azzal tudtak beazonosítani, hogy én vagyok a kukáslány. És én azt mondtam a tulajdonosoknak és a menedzsmentnek, hogy gyakorlatilag nekünk a portfóliónkat diverzifikálni kellene. Mert hogy a hulladékipar az energetika mellett a legdinamikusabban fejlődő iparág ma a világban. Egyre többet szemetelünk, ahogy a gazdaság változik és az emberek fogyasztási szokásai változnak, mi is egyre több hulladékot bocsátunk ki, és ezekkel valamit kell kezdeni. És ennek az iparágnak ma még nincsen minden megoldása. Aha. Mi vezetett téged ezekre a nem hagyományosan női szakmákra? Olajtól, mezőgazdaságon át, hulladékkezelésig, energiáig? Nem tudom megmondani, de talán az, hogy olyan családból származom, ahol mindig is a munka becsülete az egy fontos érték volt. És
Amit egyedül utáltam diákmunkaként, az a tojásválogatás. Mert hogy... Miért pont azt? Hát azért, mert azt kellett csinálni, hogy A-ból B-be teszed a tojásokat, és ugye a törötteket kellett kiszűrni. Mindent értek. És ezt a monotonitást nem bírtam, és sosem felejtem el, hogy az első diákmunkám 14 éves voltam, tehát kikerültem általános iskolából, és ez volt, mert édesapám kamionsofőr volt, és mondta, hogy majd ő szerez nekem munkát, és ezt szerezte. És általában ugye ez egy hónap volt, és 3 hét után hazamentem, és mondtam, hogy én ide többet nem megyek, inkább tanulok, bármit elvállalok, vagy olvasok nem tudom hány könyvet, adjanak fel bármit, de én ezt nem fogom tovább csinálni. És talán ez az origója mindennek, hogy valami ilyesmit láttam otthon, és mindig úgy fújt a szél, hogy persze szerettem volna szép ruhákban, kosztümbe járni, stb., de valahol olyan közösségeket találtam, ahol nők és férfiak úgy dolgoznak együtt, hogy egy nem a szépségipar, de hogy egy olyan értékteremtő szektor, ami engem mindig is vonzott és érdekelt. És általában olyan időszakban érkeztem be egy-egy szektorba, ez a 3 szektor, ami meghatározta az életemet, amikor változások voltak. És ebben a változásban jó volt benne lenni, mert ami engem leginkább érdekel, hogy valahonnan építkezünk, és valahova eljutunk. És ebben azt gondolom, hogy nekem óriási tapasztalatom lett így. Szerintem kell a brand, kell az a munkáltatói elköteleződés, egy vállalati kompetencia arra, hogy akarjuk, hogy a dolgozóink fehér és kék galéros egyaránt jól érezze magát. Kell egy vezető, aki tudja, hogy kik azok az emberek, akikkel keresztül ezt meg tudja valósítani, és kellenek azok a körülmények. Mert ahogy beszélgettünk talán korábban is, hogy egy hulladékipar nem szexi, nekünk kell szexivé tenni. Van nekünk egy kolléganőnk, aki csoportvezető itt a papír és csomagolóanyag üzem területen, és ez azért izgalmas, csak azért szerettem volna erről külön beszélni, mert azért a hulladékipar alapvetően férfi szakma. És az, hogy egy hölgy targoncázon, amikor arról van szó, hogy egy hölgyet beiskolázunk, akkor én mindig jaj végre, mert hogy akkor rend lesz, mert akkor más szemlélet lesz a telephelyen, és az valahol predesztinálja azt, hogy ő irányítani is fog. És hiába van ennek a területnek vezetője, úgymond, függetlenül ettől Erzsike az, aki a teret uralja. És ő úgy uralja a teret, hogy neki nyilván van egy otthona, de ezt úgy apostrofálja, hogy ez a második otthona, mert hogy ebben a térben neki rendet kell tartania. És hogy ezt alapvetően szerintem egy női szemlélet, és nem akarok ezzel senkit megbántani, de hogy ez tipikusan arról szól, hogy az otthonodat megteremted, berendezed, szeretgeted, és hogy ez egy kiváló példája annak, hogy lehet szeretni azt, ami más, mint akár az otthon, vagy mint ami szép, mert hogy nekünk szép egy papírbála, egy csomagolóanyagbála, vagy szép egy felhordócsiga, és ebben kell nekünk rendet tenni, és nőként helytállni. Az embereket nagyon sok negatív hatás éri, akár csalódhatnak egy politikai helyzetben, csalódhatnak egy politikai döntésben, háborúk dúlnak a világban, több mint 50 helyszínen zajlik egyébként fegyveres konfliktus a világban, és ezek gyakorlatilag elszomorítják az embereket, ahogy én tapasztalom, és adott esetben olyan reakciókat váltanak ki, hogyha megnézed, hogy minden repülőjárat fullon van. Tehát az embereknek eljött az időszak, amikor élni akarnak, a mának élnek, a mának szeretnének élni, és gyakorlatilag minden olyan input, ami beérkezik a világukba, azt sok esetben negatívan szemlélik és vizsgálják. Az, hogy ebben kik azok és hogyan tudunk értéket teremteni és valami olyan példát mutatni, amivel ezt a szemléletet meg lehet változtatni, az szerintem egy nagyon nehéz dolog, mert borzasztóan sokrétű a kommunikáció, és szerintem minél egyszerűbben, minél konkrétabban meg kell fogalmazni azt, hogy miből mi lesz, honnan, hova tudunk eljutni, és ennek mi az értéke. És én tényleg hiszem azt, hogy az oktatás és a valamilyen típusú szemléletformálás
az, ami előre visz bennünket, és talán tud változtatni ezen a szemléleten. Nem hiszem, hogy ez azonnali fordulat lesz, azonban abban hiszek, hogy ezt nem szabad feladni. Én személy szerint is sokat foglalkozom azzal, hogy saját környezetemet, szűkebb, tágabb környezetemet, ha mondhatom ezt így nagyképűen, edukáljam, mert hogy másként nem lesz változás, szemléletváltás. Sok ember, akivel beszélgetek, akár te is, ma sok inputot kaptál arról, hogy miből mi lesz. Nem értik, nem tudják, hogyha leveszel egy áruház polcáról, akár egy italos dobozt, amire fel van írva az, hogy víz, vagy egy petpalack kettő közül választasz, akkor lehet, hogy a petpalackot választod ma még, azért, mert annak be tudod zárni a kupakját, de ha belegondolsz abba, hogy a fémitalos dobozt végtelenül fel tudod használni, és azt tényleg a körforgásba tudod tenni, akkor más a szemléletet, tehát beszélni kell róla, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Menthető-e még a bolygónk és az emberiség? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor miért nem? Ezeket a kérdéseket tette föl a világ leghíresebb természetfilmese. Nagyjából 4 évvel ezelőtt egy 2020-ban megjelent dokumentumfilmjében. Ebből mutatunk most egy részletet, nem csak Simon Anitának, hanem a Lindegáz vezérigazgatójának, Hegedűs Ákosnak, aki a Menedzser Szövetség és a Lindegáz Magyarország közös évmenedzsere a Környezettudatos Gazdaságért külön díj átadója is volt. Mutatjuk a film részletet. I am David Attenborough. And I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. Planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. Ez egy nagyon erős film volt, biztos vagyok benne, hogy mind a ketten láttátok. Ákos, mik voltak az első gondolataid erről a részletről? Hát brutális először is, ami történik a világban. Én egy hete volt szerencsém külföldön a Jövő Múzeumát meglátogatni, ahol DNS raktárakról beszélnek, hogy mennyire szükség van DNS raktárak létrehozására, hogy a jelen világát a jövőbe tudják transformálni. Tehát egy másik bolygón vagy ezen? Ezen a bolygón nyilvánvalóan az űr segítségével, de sokkoló egyébként, ami jelenleg zajlik a világban szerintem. Anita? Az jutott eszembe, hogy valóban nincsen B bolygónk, és hogy ezzel kell organikusan együtt élni. És nekem is egyébként így az afrikai safari túra jutott eszembe, amint tavaly részt vettem, és ugye a busmanok együtt élnek a vad természettel, és az egy organikus együttműködés, ahogy ők ezt megteszik, hiszen vannak határok, és ezeket a határokat betartják, és a kérdés az az, hogy mi ezeken a határokon túlmentünk-e már. Mind a ketten abban az iparágban dolgoztok, amelynek missziója, feladata, kötelessége még a profitját is abból szerzi, hogy fenntarthatóvá igyekszik tenni a bolygót. Nektek van klímaszorongásotok? A bolygó végétől vagy az emberiség végétől való félelmetek? Nekem személy szerint nincs, de nyilván tapasztalom azt, hogy egy felnövekvő generáció körében, és ezzel mi foglalkozunk is, hogyan lehet ezen segíteni, és mik azok a hatások, amik kell, hogy érjék a gyerekeket annak érdekében, hogy ez megszűnjön. És egyébként pedig fontosnak tartom azt, hogy akkor, amikor akár egy iparágról beszélünk, akkor igenis, hogy muszáj azt kitalálni, megtalálni azokat a megoldásokat, ami segít bennünket ahhoz, hogy
ez egy elcsépelt szó is tud már lenni, hogy fenntarthatóbbak legyünk, de igenis, hogy muszáj ezt mutatnunk, mert hogy a klímaszorongáson ezzel is tudunk segíteni. És az tulajdonképpen csak olyan, mint az őzike a reflektorfényben, attól csak lefagy az ember, nem pedig cselekvésre motiválja. Nekem felelősségvállalás érzésem van igazából, mint vállalatvezető, mint édesapa, és mint egy ember is, hogy tegyünk azért, hogy ne történjen meg az, amit sokan projektálnak előre. És azt gondolom, hogy lehet tenni sok mindent, és szükséges is tenni, mind az edukációtól kezdve, mind azon, hogy vállalati célokat határozunk meg, illetve csoportosítunk át beruházási, illetve más költségeket arra, hogy úgy tudjunk élni, és olyan életet tudjunk teremteni, ami fenntarthatóbbá teszi ezt a bolygót hosszú éveken keresztül. Egymás számára milyen tanácsot tudnátok adni hasonló célokkal, más iparágban, de ugyanazzal a jövőképpel, ami a ti esetetekben optimistább, hiszen ti napi szinten mind a ketten azt mondjátok, hogy látjátok az eredményeket. És itt ülök én szemben veletek, akik azt mondják, hogy de túl kicsik és túl lassúak. Mint ahogyan az angol nyelvben ugye Attenborough szó szerint azt mondta, hogy if we act now, ami a magyar fordításban nem az volt, hogy ha most cselekszünk, és egy 20-as filmről van szó, hanem az, hogyha időben cselekszünk. Mi az, hogy időben? Hát mi az, hogy időben, és meddig tart ez az időben? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Másik oldalon pedig Ákos is, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan szövetségben részt vesz, ahol az előremutató irányokról zajlik a diskurzus, és az, hogy ezeket hogyan valósítsuk meg, ennek milyen kereteit tudjuk megadni, milyen keretrendszer tudunk ehhez biztosítani, és mik azok a technológiák, amik jövőbe mutatnak. Ha tanácsot kell adni, akkor azt gondolom, hogy nem szabad feladnunk a hitünket, meg azt az elképzelésünket, hogy ezt mi igenis, ahogy látjuk, és amilyen víziónk van, azt jól fogjuk tudni csinálni, akár a megújuló energiák, akár egy-egy új technológia bevezetése egy rendszerbe, egy rendszer szintű szabályozásba. Ez mind azt segíti, hogy egyébként ez a világ menjen előre, és az az időbeniség az előbb következzen be, mint később. De azt tudom hozzátenni, ami most már évek óta minden ilyen témában az első pont, amit kiemelek, az integrált működés. Tehát sem egy vállalat saját maga, sem egy szervezet saját maga, sem egy ember saját maga nem tudja megváltoztatni a jelenlegi helyzetet. Viszont ha integráltan gondolkodunk, és integráltan összehangolva lépünk együtt, akkor biztos, hogy lehet sikereket elérni, és ezt alátámasztja számtalan olyan szervezet, vállalat összekovácsolt működése, ami már Nyugat-Európa vagy Amerikában már eredményeket hozott el. És az, hogy a jövő mennyire van messze, és hogy mikor mi kezdődik, nekem egy alapmondatom az, hogy a jövő ma kezdődik, tehát nem szabad várni egy percet sem arra, hogy mi lesz holnap, meg mi lesz egy év múlva. Elkezdődött már, tehát ma kell tenni azért, hogy jobb legyen bármi is a holnap. Integrált működés, közösségépítés, egyre jobb szabályozás. A legőszintébben kívánom, hogy igazatok legyen. Köszönöm szépen a rövid beszélgetést. Köszönjük szépen.